találatok, amiket Karesz bevisz. Azért nem véletlen az ismétléseknél, mindig először két-három nagyon tiszta balzsai pofon, és akkor utána egy-egy menet után esetleg tudunk mutatni, és azért látszik, hogy föl van dagadva a szeme Stiglitznek már egy picikét. Szóval azért Karcsi ellen végigállni 12 menetet, az biztosan nem egyszerű. Mert ezek az ilyen, úgymond feltartott kettőt kapott testre Karcsi, de... Hoppá, most meg a most nagyon fülére. Csapkod nagyon. És kell a biztatás bizony. Nagyon nagy a tét. Karcsi. Egyáltalán nem boxol rosszul Karcsi, de nagyon jó az ellenfél is. Nem, erős és rá. Én éreztem, amikor kezet fogtam vele, hogy úristen, ennek milyen marka van ennek a srácnak. És általában akiknek ilyen markok van, azok... Kinek erős marka van, nagyot üt? Igen. Tehát nekem ez a tapasztalatom. Nagyon erős marka van, és most mi van, a Karcsi felrepet megint? Nem látom, nem értem veszélyesnek találni. Ilyen orzsolások voltak már rajta. Sokat többet üt Stiglitz, de én nem értem azt, hogy jobban többet találni, de most nagyon jön. Nem tudom, mennyi van még a németben. De most talán ő van fölényben. Nagyon fáradt Karcsi is. Stiglitz tán jobb erőben. Joe Cortez. Akkor ezek szerint... Szerintem a régi sérülése repett megint fel. Nincs itt semmi gond. Csak így egy papírzsebkendővel leítatnak azért, ez talán nem olyan nagyon komoly. Jól jött ez a kis szusszanás ellenben szerintem. Nagyon nagy lendülettel jön a 9. veretbe, és Stiglitz sokkal többet üt. Nem tiszták ezek az ütések, de hát kellemetlenek, és nagyon rabolja a védekezés. Iszonyatosan megy most Stiglitz, azt gondolja, hogy be tudja fejezni, és sajnos azt hiszem, hogy gondban van Karcsi. Most nem is kicsit. Megyünk. Itt most le kell fogni Karcsi, másfél percet, ki kell baj. Bírni. Kibírjuk. Nagyon nagy lendülettel jön. Gyerünk, Karesz, fönn a kéz. Ez a menet Stiglitzé, de azt vigye el, nyugodtan csak legyen, bírja ki Karcsi. Nem érdekel. Gyerünk, Kari, ő fönn a kéz. Lendülettel jött, és talán most már kifulladni látszik, és Karesz ebből talán vissza is támadhat esetleg, de inkább bírja ki. Elkészültek. Én azt gondolom, most mind a kettel az erővel, egy perc van még. Ezek a találatok kellenek Karcsinak, a szíveire most nagyon nagy szükség van. 48 másodperc, alig áll a lábán, három menet van hátra, de most a 45 másodperc balhésabb, azt hiszem. Nagyon-nagyon nehéz dolga lesz. Kari. Gyerünk. Úgy látom átesett a holdponton. Hú, ezek igen, nagyon nehéz pillanatok voltak. Ajaj. Nem baj az, férfi jó, vagy. Jó, figyelj ezt a menetet, férfiból van, és ő is kibírja. Gyerünk. Jaj, semmi baj, megbotlott. Jól van. Órát nem állítják meg, most az is jó. Iszonyatosan elkészült Karcsi az erejével, de ki kell bírnia. 12 másodperc, nagyon nehéz lesz Karcsinak, de ki kell bírnia. És utána még három menetet, alig áll szegény a lábán. Úristen, mi lesz ebből? Még fölrepettek egyébként mind a ketten, de ez pokoli három menet lesz. Nagyot kell pihenni most. Nagyon nagyot kell most pihenni. Az nem kérdés, hogy ez nem Karesz menete volt, mivel nem volt padló, ez 10-9, ugyanúgy, mint az elején. De nem az a gond, hanem az, hogy 9 meneten vagyunk csak túl. Abban reménykedhetünk, hogy Stiglitz is fáradt, mert azért ugye az első két percet nagyon meghúzta, de az utolsó egy percben már azért ő is inkább csak a szívével ment előre. De ez egy ilyen brutális menet volt. Nem annyira... Bár ez az ütés kétségtelenül nagy volt, nem annyira az ütéseket érzem problémának, hanem az erőnlétet. Zsolti, te voltál ilyen állapotban Medicanin ellen. Hát, te megcsináltad ott. Én is azt mondom, azért is mondtam, hogy ő is férfiból van, nem lesz itt semmi gond. Kész, hát vannak az ellenfélnek is pillanatai. Persze, hát ettől nagy egy boxfett, csak ezt a hármat meg kell csinálni. És azt gondolom, hogy nem szabad mind a hármat elveszíteni azért. Azt se felejtjük, nem. Úgy, de szép volt! És ezt kibírta. Egy nagyon nagy jobb forgót ütött be, és még egyet. De Karcsi talál megint.
Jól van, nem szabad ezt az utolsó három menetet csak a túlélésre, mert akkor oda lehet a világbajnoki cím. Ezek a találatok kellenek. Szerencsére Stiglitz is azért fáradta, bár úgy tűnik, mintha ő menne előre. Itt már lábon ugye nem lehet annyira, Zsolt is azt üvölti, hogy törzsből mozogjon Karcsi, és a jobb kezekre figyeljen. Nagyon nehéz. Az egy képtelenség, hát a srác biztos kiütötte magát, tehát 100%-ig kiütötte magát, de úgy látszik a Karcsiban még nagyon benne van az előző menet. Nem baj, nem baj, de nem baj. De azért jobb bőrben van, valamelyes. Most már jobb bőrben van, mind nem sokára átesik a holdponton, nem lesz itt gond. Reméljük. Ez az, ilyen luftokat kell, hogy ütessen vele. Ezt a menetet egyelőre egyébként még X-re is simán lehetne adni, vagy talán Karesznek, mert a meggyőző találatok bármennyire is Stiglitz üt többet, azok Karcsi. A törzs, ez az, el kell hajolni, ki kell vegye a fejét. Nem mutat jól a szorítóban sajnos Karcsi. És ilyenkor azért nehezen adják oda neki a menetet szerintem a pontozók. Át fog esni a holdponton. Át fog, pláne egyszerre eltalálja. Kemény dió ez. Föl kell emelni azt a kezet, Karcsi. Másfél perc. Ajajajajaj. Az a baj, hogy ilyenkor már azért a sokkal kisebb találatok is gondot okozhattak. És most sorozza ő Stiglitz. Vissza kell ütni mindenképpen. Balzsai Karcsi iszonyatos harca. Elsősorban saját magával. Az elején ő volt a jobb, és sajnos ezt a menetet így most elviszi, azt gondolom, Stiglitz, de még lesz kettő. Vaj, ne is mondd, még két menet. Ebben, ezzel... Ez az, nyugi, Kani! De hát akkor is vissza kell ütni. Vissza kell ütni, mert ha négy menet elmegy a végén, akkor én azt gondolom, hogy az nem nagyon egyértelmű pontozás, sőt... Neki is meg kéne próbálni ezeket, és... a Stiglitz olyan jól üti ezeket az apró ütéseket, és aztán a végén meghúzza. Neki is ugyanezt kéne. Pár néhány. Lenn a keze sajnos Karcsinak, most már sokszor nagyon féltem őt, bevallom őszintén. Rettenetesen féltem. Igen, nagyon elkészült az erejére. Rettentően elkészült. Gyerünk, Kari! Stiglitz nem annyira. Új, az erejére. 19 másodperc. Megint azt mondom, hogy ki kell bírni a végéig. Aj, itt most nagyon nagy verést kap Karcsi. Nem. Gyerünk, üss vissza, ez az, Kari! Össze kell szednie magát. Ezt a menetet kivírta, a 10. menet végigment. Óriási szíve van. Hát, hogy egyáltalán még áll, az egy csoda. De az a baj, attól félek, hogy nem elég, ha végigállja. Az nem volt benne egy pillanatig sem a forgatókönyvünkben, hogy az utolsó négy menet elmegy. Márpedig innen azért menetet nyerni rettenetesen nehéz lesz. Hú, baj van. Nagyon komoly. Most azt gondolom én is, hogy nagyon komoly baj van. Egy olyan comeback-kel, mint amit te mutattál be Sanun ellen, amit nem tudom a mai napig, hogy honnan szedted az erőt hozzá, de lehet te se tudod, de most neki is kéne. Az a nagyobb baj. Muszáj. Muszáj. Nem baj, bízunk benne, hiszünk benne. Minden erőm veled van. Ez az. Most a Fritz ad neki erőt. És én is küldöm neki minden energiám. Hát meg gondolom még egy jó páram. Nincs jól, Karcsi. Nincs jól. Elég. És ez nem most szabad. Azt gondolom, nem szabad. Frisdunek feladta, ahogy kilépett valami a szorítóból. Frisdunek azt gondolom, itt most azt tette, amit egy edzőnek enni kell. Amikor fölállt, látszott, hogy föl kell adni. Valami nem simmel. Robert Stiglitz a világbajnok. Bármennyire is szomorú ezt kimondani. És azt kell, hogy mondjam, hogy Frisdunek előbújt a nagyon nagy emző. Már azt gondolom, hogy az előző menetek is balésak voltak, de ahogy ott lépett egyet, az történt volna vele, mint Kokóval történt az utolsó menetben. Kitántorgott gyakorlatilag a szorítóból. Pontozással lehet, hogy ő vezetett még, de annyit nem ér semmi. Az ég egyadt a világom. Mint az egészség. Robert Stiglitz harmadjára megcsinálta.